A legnagyobb változás, ami a lakáspiacot érintette a közelmúltban, hogy 2019. december 31-én, négy év után megszűnt az új lakások értékesítését terhelő 5%-os áfa. Január 1-e óta ismét a normál 27%-os általános forgalmi adó van érvényben. Több szakértő azt jósolta tavaly év végén, hogy lassulás ugyan várható a lakáseladások terén, jelentős visszaesés viszont nem. Az általunk most megkérdezett saját építésű ingatlanok forgalmazásával is foglalkozó cégvezetője megerősítette, hogy bár akik tudták az előző hónapokban előre hozták a vásárlást, az évendig eltelt részében sem tapasztaltak zuhanást. Amikor az emberek számítva arra, hogy a feltételek szigorodnak, és megtehették, megengedhették maguknak, hogy hamarabb lépjenek be egy ilyen beruházásba, akkor ezt meg is tették, de... Nem veszünk észre egy számot tevő csökken is, persze mindig számítunk erre, hogy az emberek másfajta viselkedésformát vesznek fel a szabályok változását követően, de egyelőre csökkenést még nem tapasztalunk. Vannak projektjeink, amelyek már a megvalósítás fázisba léptek, de előkészítés alatt is vannak projektjeink. Az ügyvezető hozzátette, változások ide vagy oda, az éppen olyan életciklusban járók közül mindig lesznek, akik új lakást vásárolnak. Zsatku arról is beszélt, hogy a különféle kormányzati támogatások, így a csok hatása is jelentkezett a piacon az elmúlt időszakban, növekedett az új lakások iránti érdeklődés volumene. Tapasztalataik alapján egyházán jelenleg is sokan keresik az új építésű ingatlanokat, a kínálat pedig nagyjából megegyezik a kereslettel. Ha a városban járunk, azért látjuk azokat a területeket, ahol folyamatosan megújulnak a városrészek, vagy esetleg új városrészek alakulnak ki többek között ennek is köszönhetően egy kicsit a városnak egy fiatalos lendülete érezhető. Más városokban is így van. Ez azt gondolom, hogy Nyíregyháza mindenképpen elég előkelő helyet foglal el ezen a területen országos viszonylatban is. Az ingatlan.com január elején jelentése nem festett túl szép képet a piacról. Ez szerint az utóbbi évek leggyengébb évkezdését hozta 2020. Az eladó lakások iránti kereslet az év első napjaiban közel 30%-kal csökkent éves szinten. Néhány ingatlan hirdetéseket kezelő a friss statisztikái ugyanakkor már optimistább hangvételűek. Ezek alapján az éves hónapjában újra magára talált a korábban elbizonytalanodó lakáspiac hiszen az előző hónaposz képest közel 70%-kal nőttek a tényleges vételi szándékokra utaló mutatók.